Én szeretném egy picit komolyabb politika megszólt. Azt javaslom, hogy lépjünk jelenleg fejjel. Beszélgessünk egy kicsit a kormányról, mert hasonlót benne vannak ez a mérkoztásról. Néhány nappal ezelőtt közvetettem a Facebookra egy olyan megállapodás, ennek a szövegét, amit a kormány
tehát amit mi befizettünk, tisztességben elcsalták, azok elmondták, ez a Bronán és a Kampóra is lehetik. Ez van most 2010 óta. Előtte mi volt? Előtte a szocialisták és a többiek lopták el az országot, privatizálták érdekes módon pár száz embernek, milliárdos vagyonai lettek, százmilliós vagyonai lettek, mi pedig a vilkasenge alatt szenvedünk. Maffia! Erről van szó, maffia korány, maffia állam, maffia rendszer az egész. És akkor még minden szó azt mondja az összefogásból, illetve az összefogás hiányából. Én is többször megpróbáltam, meg azt hiszem, ti is többször megpróbáltatok kapcsolatot keresni olyan, hát úgymond kiposztott társadalmi rétegekkel, mint amilyenek a pedagógusok, a nővérek, az egészségügyi dolgozók. Hát azt hiszem, hogy az a probléma, hogy ott a vezető nem igazán azt képviseli, amit a dolgozó szeretnének. Olvastam egy hírt, hogy a pedagógusok, illetve hallottam, hogy a pedagógusok az egyik követelése az önálló minisztérium. Ezt el kell képzelni? Életszerű, amikor a tanárnak nem jön ki a fizetéséből, és 20-a vagy 25-et tájékát elkezdi vakarni a fejét, hogy honnan kéne pénzszerezni, hány bókrát kéne még tartani ahhoz, hogy egyáltalán tudjon öltözni, kukába tudjon normálisan járni, tudjon a gyerekeinek kaját adni, tudja fizetve esni. Hát biztos nem, hogy kéne egy alkalmány és nagyon szép nyugatási minisztérium, kinek kellett az oktatási minisztérium? Hát nyilván annak, aki ezt kitalálta, tehát annak, aki ezt kitalálta, a szervnek, a fideszes haveroknak, hogy legyen egy tök jó állása, és az, hogy a szerencsétlen többi pedagógus mit csinál, meg honnan lesz neki hónap végén pénze, hát azt kit érdekel. Tehát tisztelt pedagógusok, meg kéne nézni, hogy a vezető, aki ilyeneket kitalál, kitől kapja a fizetését. Meg kéne nézni, hogy ki képvisel az, aki ilyeneket kitalál. Ezek pluszos milliárdokba kerülnek. Matolcsi bácsi már alig várja, hogy egy kurva nagy oktatási minisztériumban legyen pár milliárdért. Hát ilyen hülyeleteket adni, ez katasztrófa. Aztán a másik. Egészségügyi dolgozóknál olyanok a tapasztalatok, hogy azt gondolják, hogy azzal, hogy nekik megemelik a bérüket bruttó 15 vagy 16 ezer forinttal, minden megoldódott. Ezt nem gondolják komolyan. Akítás! Mi oldódna meg bruttó 15 ezer forinttal? Az, hogy éjszaka nincsen ember, aki leváltsa őket, hogy 40-50 embert kell dolgozni egyedül, hogy nem tudnak kihenni, hogy nincsenek normális ruháink, nincsenek eszközeik, nincsenek felszereléseik, amit a betegeket lássák. Emberek, elloptak mindent. Az uniós pályázatokat eljön, a fideszes politikára, egyszerűen az egészségügyre, az oktatásra és minden olyanra, ami az életünkhöz kellene. Egyszerűen nincs pénz. Mindent elmondanak, még azt is sajnos, ami le van betonozva. Stadion, nem, szépen. Köszönöm szépen, egyelőre.